gyerekek. Engedjétek meg nekem, hogy a Dereskei hagyományőrző nyugdíjas klub nevében nagy szeretettel köszöntsek minden kedves itt megjelent vendégünket a 10. alkalommal megrendezésre kerülő nyugdíjas gálánkon. Külön szeretettel köszöntök a mai gálánkon fellépő szereplőket, akik színvonalas műsorokkal emelik a mai nap fényét, és fellépésükkel hozzájárulnak a felhőtlen vidám szórakozáshoz. Szeretnék mindazoknak köszönetet mondani, akik munkájukkal hozzájárultak ennek a szép gálának szervezéséhez, illetve megrendezéséhez. Mindenkinek kívánok sikeres fellépést és felhőtlen vidám szórakozást. Most pedig engedjétek meg, hogy egy alkalmat illő saját versemmel megnyitom a mai gála. Nyugdíjas gála. Eljött a 10. Víg nyugdíjas gála. Ezért egy csodaszép, felhőtlen nap vár. Ma fényesen ragyog a nap is az égen. Szórakozzát, hokhát, vidáman és szépen. Nyugdíjas gálánkon múlasson mindenki, jöjjön a színpadra, aki csak teheti. Ünnepeljük együtt a 10. gálát, mondjunk tisztelettel az Istennek hálát. Megengedte nekünk, hogy ezt megélhessük, ezt a kerek gálát végig szemlélhessük. Felejtsük most el régi sérelmeket, hagyjuk hátunk mögött most az érzelmeket. Akit mi évközben megsértettünk volna, az jó lenne, ha most tovább nem dacolna. Szórakozzunk együtt, gond nélkül mulassunk, bunok és bánatnak utat ma ne hagyjuk. Nézzük végig csendben ezt a csodás műsort, örvendeztessük meg vele az utókot. Ifjú szereplőket nézzük párás szemmel, gondoljuk rájuk kellő tisztelettel. Ők viszik majd tovább hazánk szeretetét, szüleiknek múltját őrzik becsületét. Egykor mi is voltunk ilyen fiatalok, életerővel telt, büszke fiatalok. De az idő eltelt, nyugdíjasok lettünk, alig vettük észre, hogy megöregedtünk. Most ne keseregjünk, fájdalommal félre, majd csak bemelegszünk talán úgy éjfél. Gála műsor után, ha megvacsoráztunk, jó cigány zenére vígan jár a lábunk. Éjfélig mulatunk, ropjuk mi a táncot, felidézzük újra mi az ifjúságot. Majd holnap pihenünk, nyögdécselünk délig, de vidámok leszünk életünk végéig. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Mészáros Lajosnak ezt a verses bemutatóját, és ezután a verses köszöntő után én is nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, a vezetőséget, a kedves vendégeket, a kedves nézőközönséget, akik támogatásukkal segítettek bennünket, és a klubtagokat. Már itt az elején szeretném megköszönni külön a Derecskeváros önkormányzatának és Papó István polgármester úrnak a anyagi támogatását, és nagyon sokan ajánlottak fel tombolatárgyakat, azokat majd húzáskor megmondom, hogy kik hozták. Úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönjük. El kell mondjam, hogy 10 éve állok minden év december első szombatján, hát most nem a színpadon, a színpad mellett. Sajnos 10 év alatt sokan elmentek közülünk, és nem élhették meg ezt a kerek évfordulót. Ugyanakkor örömünkre szolgál, hogy sokan jöttek is közénk. Ez évben 18 új tagunk lett, így a tiszteletbeli klubtagokkal együtt 87 fő létszámunk. El sem hisszük ezt az évfordulót. Eszembe jutott valamelyik nap, hogy mikor elsőgyre rendeztük meg ezt a gálát, azok, akik szerepeltek gyerekik, 5-6 évesek voltak.
És 10 év elteltével mára már nagy kamaszok, 15-16 évesek. Telik az idő, és mi is öregettünk 10 évet. De a klub tagjai ma is ugyanolyan lelkesedéssel készültek erre a decemberi rendezvényre, mint 10 évvel ezelőtt. Nagyon sok, köszönöm a segítségüket, mert nagyon sokan szervezkedtek, hogy ez a mai nap meg tudjon valósulni. Ez évben 4 nagy rendezvényünk, vagy minden évben 4 nagy rendezvényünk van, ez évben is ez a negyedik, 2 megyei és 1 országos szintű. A megyei humorfesztivált is már 10. alkalommal rendeztük meg Bányusban. Ezt az évvégi gálának elnevezett rendezvényt egy úgynevezett generációs gálának neveztük el. Amikor az utódjainkat is meghívjuk, legyenek egy kicsit az idősek közt, és mi meg boldog örömmel fogadjuk a fiatalok szereplését. Ez a 10 év alatti gála azt bizonyítja, hogy így évvége fele van igény az együttlétre, egy kis évvégi kikapcsolódásra, egy vacsorával egybekötött műsornézésre, egy kis beszélgetésre és szórakozásra. Remélem, hogy ma este is mindenki jól fogja érezni magát. Már most is kívánok mindenkinek jó szórakozást, kellemes időtöltést. Minden évnek voltak kiválasztott műsorai, például modern táncosok, zenei iskola diákjai, slágerénekesek, operaénekesek. Ma este a Hajdonánási Nóta Klub énekesei Botos Lajos primás kíséretével töltenek több időt majd a színpadon. Kívánok mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást a ma estéhez. Hadd mutassam már be a vezetőséget. Derecskeváros polgármestere Bakó István. Eljött hozzánk Hajdúszobát polgármestere Váradi Jenő. A képviselőtestületet Bordán Szabolcs és kedves felesége képviseli. Így megyek sorba, és elnézést kérek Nádházi Tálas Csillától, aki a Művelődési Központ igazgatónője. Nagy-nagy szeretettel köszönjük. És aki nagyon-nagyon sokat segít, Maklajd Zsolt és kedves feleség. Matkó Károly a szövetséget képviseli Debrecen, Hajdú Tihar megye szövetséget képviseli feleségével együtt, köszöntjük őt is. Iklódi Péter a technikusunk, ő a hang és a fénytechnika felelőse. Majd Tóth Gyula fog nekünk zenélni, ő egy zeneiskolai tanár Újfaluból, ő fog majd a zenét biztosítani. Mai alkalommal egy kicsit kevesebb vendéget hívtunk, bensőségessé akartuk tenni ezt a ünnepséget. Sajnos Nagy Szalonta még a múlt héten nagy-nagy örömmel jelezte, hogy jöjjünk egy egész busszal, aztán most csütörtökön délután telefonál, hogy mégsem tudunk jönni, mert már nem vállalják az esti közlekedést és hazautazást. Mondtam, hogy biztosítunk szállást nekik a kollégiumban, de nem vállalták fel. Viszont Budapest Zugló csapata sem vállalta fel a kollégiumot, pedig ők évről évre itt alusznak. A Mikulás úr, Módos Béla. És szép számú kis csapattal érkeztek hozzánk. Ők nem testvéri, hanem házastársi klubunk. Úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel még egyszer köszöntök, és mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és megkérni polgármester urat, hogy nyissa meg ezt a 10. gálát. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Nem a beszédekre kíváncsik már senki, valljuk be őszintén. Illetve azt gondolom, hogy a Lajos és az Erzsike köszöntője minden igény kielégített szép szavakat mondta. Én hadd mondjak annyit, hogy nagyon szépen köszönöm a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub vezetőjének és minden tagjának, hogy ebben az esztendőben is egy ilyen színvonalas rendezvényt vállaltak el, és nagyon jól tudjuk, hogy ez mennyi erővel, energiával, lemondással jár.
azt mondom, hogy legyenek magukra büszkék, hiszen nagyon sokan vannak a teremben, akik a TV-film sorozat, az otthon melege, a Barcelona Real Madrid meccs helyett a ma esti gálát választották, és azt gondolom, hogy ez napjainkban nagy szó. Hadd ragadjam meg az alkalmat arra is, hogy itt köszönjem meg a Nyugdíjas Klubnak az egész esztendő segítségét, hiszen itt mindig elhangzik, hogy az önkormányzat így segít, úgy segít, de ez sohasem egy egyoldalú dolog. A hagyományőrző Nyugdíjas Klub az önkormányzat valamennyi rendezvényén bőségesen kiveszi a részét, nem tudunk olyan segítséget kérni, amit ne adnának meg nekünk, és ezt akkor itt a nagy közönség előtt szeretném megköszönni. A ma estére pedig mindenkinek jó kikapcsolódást, jó szórakozást kívánok. Köszönöm, hogy meghallgattak. És elnézést kérek Valgáné Szánairénkétől, hogy nem köszöntöttem, de úgy elbújtálod, és ritkán jössz a rendezvényünkre. Derecskéi Civil Összefogás Egyesület elnök asszonya. Legyél üdvözölve, és elnézést kérek, hogy úgy elbújtálod. Hát én azt hiszem, hogy most már több mint 15 éve ide járunk Derecskére. Nagy-nagy szeretettel fogadtok bennünket mindig, és mi is örömmel jövünk. Bár nem lettünk hűtlenek a városhoz, ahogy Zsóka mondta, hogy egy faluban odébb szálltunk meg, mert én úgy találtam, hogy egy kis pihenéssel összekapcsoltam a mai eseményt, és Hajdúszoboszlóról jöttünk. Jó szeretettel, jó szívvel, és azt hiszem, hogy ezt fogjuk sokáig még ünnepelni, és sokáig ezt fogjuk tenni. Sok-sok szeretettel köszöntöm Derecske valamennyi lakóját, aki itt van, meg aki nem tudott eljönni, azokat is hisz mi ide, majdnem mondom, hogy már hazafele jövünk, ugye? Mondhatom, hol vagytok? Igen? Akkor jó, köszönöm szépen, és jó szórakozást kívánok, jó estét kívánok mindenkinek, és hát remélem, hogy minden nagyon sikeres lesz. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok mindenkinek, és először adatok meg az a dolog, hogy a Nyugdíjas Szövetségnek a nevében kell nekem úgy megszólalni, nagyon meg vagyok illetődve, ilyen még nem volt. A Józsai Nyugdíjas Klubban már számtalanszor voltunk itt, de akkor nem kellett nekem azt egy egész pénzt köszönteni. Nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Mint az elején mondtam, már rávesett a választás, hogy a Nyugdíjas Szövetségnek az elnökségét képviseljen a jubileumi gálán. Ebből az alkalommal tolmácsolom a Nyugdíjas Szövetség elnökasszonyának, Rózsának és a szövetség vezetőségének jó kívánságait, és jó szórakozást kívánunk mindenkinek, és az elkövetkezendő ünnepekhez békés, boldog ünnepeket és karácsonyt kívánunk, és szeretném Erzsikének átadni ezt a nem csokorvirágot, hanem Erzsiknek köszönjük szépen a meghívást, úgyhogy nagyon sokáig találkozunk még együtt, klubvezető, elnökségét is találkozunk. Köszönöm szépen. Akkor bejelenteném az első műsorszámot. Tasi Melinda fog következni. Melinda évek óta visszatérő fellépőnk, aki nagyon szereti az idős embereket. Így ír rólunk. Az idősektől tanultam meg a szeretetet, a hitet, az ajándékozás örömét, a hálát, s minden igazi emberi értéket, ami szükséges ahhoz, hogy fiatalként helyt tudjak állni ebben az életnek nevezett zűrzavaros világban. 15 videóklipet készített, több mint 100 fellépésnek tett már eleget, elsősorban idősek rendezvényein, ahol a sajtó számára rendszeresen beszámol. A Csillagfény Gyermekszínház művészeti vezetője, ami 16 gyermekből áll, akik hétről hétre együtt táncolnak és énekelnek imán színpadon.
illetve sok közös programban vesznek részt vidám családias hangulatban. Céljuk eltölteni és újjávarázsolni az emberek szívébe a szeretetet és a jóság hatalmát kis műsoraikkal boldogságot okozni az emberek számára. Fogadjuk őket nagy-nagy szeretettel! Ne tegyétek őket szűk odukba, ne tegyétek őket otthonokba.
Hallgassátok meg a panaszukat, enyhítsétek fájdalmukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen hozzájuk szép mosolyatok. Szépen kérlek titeket, szeressétek az időseket. Ők is sokat tettek értetek, még felnevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy jónasabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közé jöttetek. Szépen kérlek titeket, szeressétek az időseket. Ha majd a Lord szeretne ne engedjétek, akinek egy kifogolja a Szépen kérlek titeket, szeressétek az
És akkor nem tudom, hogy elkészültek-e ott a táncosok. Irmuska, nézd már meg ott, hogy kész vannak a táncosok. Igen, na akkor Derecske és Hajdúszová táncosai fognak következni. Másfél éve táncolnak együtt, Hajdúszová és Derecske, nyugdíjas klubnak a tagjai. Az édes kék szép szeme, legyen a borgány.
csegyeben egy cserepest anyára. Abban sincsen egyéb egy pejcsikónál, kis pejlova mindig csak az dobogja. Nyáma legényit elhagy a babája, barna kis jájba tudta, hogy nem szeret. Méltem írtál egy szomorú levelet, írtad volna levelednek lapjára, ne adtad volna a falu tudtára. Írtad volna levelednek lapjára, ne adtad volna a falu tudtára. Mondj el szem Gyuláról, a gyulai várból, esett a hófújt a szél, helybabán menem követtél, én a csámen vártam. Csütörtökön este, voltam nálad rendben, sarkantyúm megésére, egy szívem kesergésére, nem ért ki senki. Megmutatom, megmutatom a kis fejlóban lábom. Talán bizony, talán bizony.